Sziasztok! Ma Ninjago magazin unboxing, méghozzá dupla figurás Legacy magazin. Nézzük, milyen szuper. Ja, és hozzá persze fémdoboz, gyűlnek a fémdobozjaim. Egész jó. Hát ugye ez még tavaly év vége fele jelent meg. Hát annyi minden el voltam maradva, hogy nem volt időm ezt még így bontogatni. Úgyhogy kapunk hozzá egy J-t és egy ilyen csontvadászt. Na, akkor nézzük, mi van itt. Azt mondja, limitált kártya, krisztalizett Cole figura, mehet majd az albumba. Van ugye a jó kis fémdoboz. De tényleg tök jól néz ki, tetszenek nagyon. Nézzük meg a posztert. Ó, hát mi van itt? Na, én így ilyen figurát akarok szerezni, de ez olyan ritka és olyan drága, hogy ez... Vigyázat, jönnek az Onik. Nagyon kemény. Megnézzük már a másik posztert is. Ez meg. A megállíthatatlan ninja csapat. Szuper. Vajon a következő számba mit adnak? Meglessük, hát a kivarra nincs kirakva. Hát akkor... Majd meglepetés lesz. Na, nézzük is akkor a figurákat. Ez, ja, persze le van itt ragasztva. Ezt a legelső fémdobozos videónál már kiszúrtam, amikor próbáltam nyitogatni, aztán, hogy nem nyílt fel. Kiderült, hogy ez itt le van luxozva. Remélem csak az egyik fele. Ja, csak az egyik. Na. Hát ugye ez nem kell tutoriál, úgyhogy ezt össze lehet rakni anélkül is. Van egy ilyen plusz fogazat. Ez jó kis sapka és egy darab. Ja, azt hittem, csak egy darab csont van hozzá, de aztán ugye nem. Itt van a kis bárd is hozzá. Megérteszem a kólt is. Nem áll meg így. Akkor így. Legyen ilyen mosolygós J-jel. Na, hát ugye J figura. Kapott egy kardot. Egy kis ilyen cuccost ide így a hátához. Tartót. Kardtartóval. És illetve a csontvadász. Ezzel a jó kis ilyen bárdal, amivel lenyomhatja J-t, de hát ugye, úgyis J nyer, egyértelműen. Na, ennyi lett volna ez a magazin unboxing, tetszett, dobj egy lájkot, nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!